Vendégem Pátkai Rozina, szervusz! Szia Lola! Zsigert most nem hoztad magaddal, ugye ti vagytok a fantasztikus alkotói ennek a dalnak és klipnek, illetve egy Tóth Árpád verset dolgoztatok fel. Igen, így van. Hogyan kezdődött ez a munka? Miért pont ezt az alkotást, ezt a verset választottátok ki? Igazából én Minkaként már régebb óta alkotok, és magyar verseket zenésítettem meg, illetve saját szövegeket. Ez egy teljesen más zenei világ, mint a bossa nova, meg az akusztikus zenék, amiket eddig csináltam, és nagyon izgalmas számomra, és Zsigát már régóta ismertem, és azt is tudtam, hogy ő igazi profi a technóban, hát tulajdonképpen az édesapja hozta be Magyarországra, és ő már 13 éves kora óta ebben van, és ez nekem mindig is nagyon tetszett ez a zene. Régen jártam még olyan partikra, hogy Zsiga kevert. Ki gondolná ezt? Igen, igen. Szeretem az elektronikus zenét, illetve most már azért a finomabb elektronikus zenei műfaj felé húzok, de egyértelmű volt, hogy Bernáti Zsigát kérem meg, hogy működjünk együtt egy Minkaszám erejéig, és azt gondoljuk, hogy lesz még ennek bőven folytatása is. Akkor a te fejedben megszületett ez az ötlet, és létrehoztátok. Hogyan dolgoztatok a klipnél? Ott is te voltál az, aki mindent pontról pontra megálmodott, vagy az már egy nagyobb közös munka volt, mert ha jól tudom, te rajzoltál is ebben a klipben. Igen, 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 az én rajzaim jelentek meg benne, de maga a klip tulajdonképpen Balázs Soma fejéből pattant ki, aki egyébként Bernáti Zsigának a kollégája, és egy fantasztikus vizuális művész, ugyanúgy, mint ahogy egy fantasztikus zenész is, ő is szintén, úgyhogy mindannyian zenélünk is, és a vizualitásban is nyakig benne vagyunk. Egy közel 9 perces, majdnem 9 perces Igen. videóról és dalról Igen. beszélünk. Ez nem ijesztett meg titeket az elején? Vagy úgy voltatok vele, hogy ti ezt így szeretnétek, hogy azért általában ez nagyon-nagyon hosszú. 9 percig lekötni valaki figyelmét egy művel, egy dallal már nagyon nehéz. Igen. Az az érdekes a kettőnk zenei világának a különbségében, vagy legalábbis számomra, hogy Zsiga mindig azt szeretné, hogy táncoljanak az emberek, én meg azt szeretném, hogy figyeljenek is az emberek, illetve nekem nagyon fontos a szöveg, és hogyha ez a kettő összejön, hogy táncolunk is, és még a szöveg is nagyon értékes, akkor szerintem csak jó lehet belőle. Mennyire fontos a képzőművészet a te életedben? Zenélsz, énekelsz, rajzolsz, én azt érzem, hogy bármihez nyúlsz, és hogyha művészetről van szó, akkor te abból tudsz valamit alkotni. Te is ilyen típusnak tartod magad? Hát köszönöm, hogy ezt mondod, és igen, nagyon fontos. Én most a képzőművészeti egyetemen harmadéves vagyok az intermédia szakon, és most óriási megtiszteltetés, hogy a Modernben, Debrecenben majd 4 installációm is megjelenik. Én próbálom a képzőművészetet a zenével, a hangokkal is összekötni, és ezek hangzó fotók lesznek, amiket majd Debrecenben a mélyáramok kiállításon meg lehet nézni. Zsigával most ez az alkotásotok elkészült, a klipet is leforgattátok, megrajzoltátok és összeraktátok hozzá. Mi lesz a következő lépés? Én biztos vagyok benne, ugye te is mondtad, hogy fogtok még együtt dolgozni. Megvan már a fejedben az, hogy mit szeretnél megzenésíteni? Esetleg az eddigi munka folyamaton szeretnél változtatni? Megvan a fejemben, hogy mit szeretnék? Abszolút. Elmondod nekünk, hogy mit szeretnél? Igen, egy kicsit zúzósabb műfajhoz nyúlunk, de az is tulajdonképpen elektronikus zene lesz, de akusztikus gitárok is lesznek benne, és egy olyan verset választottam, amit még most nem árulhatok el, de a tükör témájú, úgyhogy de szintén egy fantasztikus költőnőnek a verse, illetve hát készül a Minka lemez, és ez a Lélektől lélekig is biztosan rákerül, illetve az új darab is. Ilyenkor, amikor találsz egy újabb és egy újabb verset, mi inspirál téged jobban, ha azt gondolod, hogy egy vers, egy alkotás sokkal könnyebben énekelhető, vagy akkor, amikor azt érzed, hogy ezzel nagyon sok munkád lesz, és sok álmatlan éjszakád, és neten egy nehezebb művet is választasz azért, hogy az hát, ha... Ez most nagyon sikerül. Szakmai kérdés, igazából, nagyon de érdekel, nagyon jó, hogy én ezt én is szeretem kérdezem, a verseket, érzem, nagyon hogy... szeretek olvasni, és igen. valamiben azonnal meghallom a dallamot, igen. és valamiben pedig nem. De pont erről van szó, hogy ahogy olvasom a verset, és tudom, hogy úristen, ehhez hozzá kell nyúlni, és így nem nagyon gondolkozom, hogy ez sok munka lesz, vagy kevés munka, hát van olyan vers, amin már 2 éve dolgozom, vagy van olyan, amin szerintem még akár több is, de most pont azon dolgozom, amin 2 éve eddig. És
És igen, az ember tudja, hogy mi az, amihez szeretne nyúlni. És nagyon boldog vagyok, hogy már vannak olyan dalaink is, amik saját szöveggel vannak, mert azt gondolom, hogy ennek ez is lehet az egyenes következménye. De akkor majd a jövőben a többi közös dalotokkal, alkotásotokkal is várlak vissza téged is, meg benneteket, és gratulálunk ez a kliphez. Köszönjük szépen!